Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Europa Universalis 4 végjátszásunkat, és annyira tökéletes, mikor a zene pont itt jár, és el tudom jutani így a részt. Obra Dinn zené egyébként, hogyha valaki esetleg nem tudná, Return of the Obra Dinn, ami egy fantasztikus, fantasztikus játék, de abszolút nem stratégia, inkább ilyen nyomozós játéknak mondanám én. Mindenképpen próbáljátok, egy indie címről van szó. Na jó, ötletem sincs, hol jártunk, hogy álltunk, mit csináltunk. Tuátot még minthogyha el akartam volna kérni, de erről nem vagyok meggyőződve. Viszont befejezhetjük a háborút. Ki van ebbe benne? Csak Nupe és Marokkó. Ja, azt hiszem, miért hagytam később ennek a háborúnak a lezárását? Valószínűleg jobban tudjátok, mint én. Nektek csak pár nap telt a legutóbbi rész óta, nekem nem. Nekem több idő. Egy hét. Kevesebb, mint egy hét. Na mindegy. Szóval ezeket akartam elkérni, ha jól emlékszem. És... ja, mert még nem megy bele. Pedig nekem kell az a pénz. Nem mondd, hogy megint elvesztettünk egy ostromot, nem most már hülyét kapok. Hihetetlen ez a bénázás. Na, a magyaroknak Sanyi. Az országok megörökölték a magyar trónt. És Ausztria lett a császár, valószínűleg most már Ausztria is fog maradni örökre a császár. Ez várható volt. Az, hogy csak 1652-ben történt meg, az igazából egy blessing in disguise. Hogyha nem értetek ezzel egyet, az szomorú. Nem fogjuk felszabadítani. Tehát el se kezdjétek mondani, hogy kezdjük el felszabadítani Magyarországot. Olyan biztos, hogy nem fog történni. Akármennyire is szórakoztató ötletnek tűnik. Mondtátok, hogy az oroszok megtámadták Akkuyunlit. Egyrészt nem tudom, hogy hogy. Szirkasszia vazallus az oroszoknak. Igen, akkor úgy. Összintén szóval Akkuyunlu nem tartozik az érdekszférámba. Én úgy érzem, hogy nem tartozik az érdekszférámba. Én itt ugye kb... Jó, mondtam, hogy majd így körbeérni, meg mit tudom én, de... Nem ragaszkodom hozzá. Én magát Oroszországot akarom megtámadni, az meg megint csak egy fontos szempont, hogy nekem az, hogy kevesebb ország van, egyre kevesebb ország, az csak jobb. Mert minél több ország van, annál több szövetségese van a legtöbb országnak, és ugye úgy van, hogyha én elfoglalok egy országot, aminek mondjuk volt egy 6-os hadserege, akkor a 6K hadsereget abból az nyersanyagból, amit kapok abból az országból, nem fogom tudni fenntartani. Nem tudok 6K egységet venni, hanem mondjuk csak 2K-t tudok venni, vagy 3K-t, mert van ez az alap 2-3K hadsereg, ami gyakorlatilag az ország létezésével jár. Na most innentől kezdve ez azt jelenti, hogy ha Akkuyunlu nem létezik, akkor technically kevesebb, tehát nagyok az ellenségek, nagyok a számok, de hogyha ugyanaz az ellenség összefognák Akkuyunluval, akkor ők még nagyobb számokat tudnánk mutatni. Éppen ezért nekem ideális az, hogy egyre kevesebb ország van a térképen. Jó, ezt kérem, mindenki kap területet, mindenki boldog. Mindenki boldog? Hát ajánlom, hogy mindenki boldog legyen. Még elengedhetjük Fulót, mert ilyen über jó arcok vagyunk. Jó. És ez a béke. És remélem nem döbbenek rá a rész közepén, hogy miért nem kötöttem meg eddig a békét. Egészen más okokból. Hogy állunk most a mamelukokkal? Meg integrálok most valakit? Igen, Tlemcen, nagyszerű. Szóval, elveszítjük a Crusade-et. Szomorú. Aki jobb kérdés, az belesétálott a késbe. A jobb kérdés az, hogy hogy állunk a mamelukokkal? Mikor támadhatunk meg a mamelukokat? 55, az 2 év, az szerintem ideális. Ja, van rá krémem? Van, nagyszerű. Akkor ez egyszerű lesz viszonylag. Úgyhogy el is kell kezdeni nézelődni a következő irányba. Ugye a spanyolok nem sokára behúzzák a portugál trónt, azt hiszem. Azért megy most ott a Csötepaté. A franciákkal még sokáig van béke, 59, bár amúgy nagyjából ott leszünk. Igen, a portugál-francia egyik oldalon, a spanyolok-osztrákok a másikon. Jajaja. Ausztria, ugye szeret. Nagyon jó haverok vagyunk, feldobom 100-ra, mert miért ne. És úgyhogy nekem igazából most erre kell terjeszkednem. Mamelukok, Irak talán, Irakra elkezdhetünk krémeket rakni. De Akkuyunlu, odébb van. Meg előbb-utóbb tény, hogy meg kell küzdeni az oroszokkal.
akik 182.000-es hadsereggel rendelkeznek. Én rendelkezek, én 217-tel. De mondjuk sokkal gyengébb a hadseregük, az tény. Szóval, ja, nagyjából ez a cél most. Az oroszoktól is ami kell, ó, itt valaki leverte a lázadást. Emlékeztek, Voronyezsben voltak a lázadók? És mondtam, hogy megfigyelhetjük, ez egy új állam létrejöttét. Hát az elmúlt. Szóval, ami nekem majd kell, Moszkváig elérni, tehát itt szépen felkígyózni. Akár a Commonwealth-en is át lehet menni, nem szívesen, mert az osztrákok a szövetségeseik, de meg lehet oldani. Aztán, hogyha az oroszoknak megyek neki, akik riválisaik az osztrákok, tehát az osztrákok valószínűleg bejönnek, Spanyolország nem, de nem is kell. Most például, ha azt mondom, hogy Ausztria is jöjjön be, akkor azért, hát nem is kétszeres, de másfélszeres méretekben vagyunk. Az ő oldalukon Circassi és Hamburg az, akik becsatlakoznak egy ilyen buliba. Lassan talán ezt el lehet kezdeni. Az a terv, hogy itt Krímának adok területeket, amennyit csak tudok, azt mind Krímának adom, és aztán pedig Krímát beolvasztom a francba. Most ő valószínűleg nem elégedett velem, igaz? Mindegy is. Azt nézem, hogy vallási szempontból itt lenne az ideje valakire megint csak ráripakodni, hogy próbáljon meg elkezdeni téríteni. És ez a szerencsés kiválasztott, ez szerintem Fez lesz. Mert Feznek gyakorlatilag már nincsen sok haszna. Úgyhogy megkérjük, hogy állítsa át az embereit, aztán utána meg beolvasztjuk. Enforce Religion. Na, hova megyünk fel? 85%! Wow! Az sok százalék. Jézusom! Nem tudtam, hogy miért fel ez ennyire? Ezt nem kéne ennyire felmennie. Ez ilyen gyanús. 82-re már is leesett. Az a helyzet, hogy nincsen adóssága sem. Erre talán figyelhettem volna, hogy akkor csinálni azt, amikor van adóssága, de nincs. Hogy tudom csökkenteni? Placate Local Rulers például. Közben felfedeztük Kyotót. Ilyen. Nem tudom, ez miért külön esemény, de... Sure. Most hát tudjuk, itt van Kyoto. Ott van-e? Gyerekek. Crusader Kings 3-hoz van már most japán mod. Tervezek egy olyat. Remélem valaki bekéri Patreonon, mert nagyon szeretnék oda egy végjátszás, és ugye ott futnak a Crusader Kings 3 modolt végjátszások. Valahogy a modolt végigjátszás, én sose csináltam például az EU4-ben nagyon modolt játékokat, valahogy nem éreztem, hogy vonzana. Viszont a CK3-ban meg nagyon. Oké, okay, First Negotiator lett, Honorius, 5. Honorius, közben meghalt az Advisorünk, aki azt hiszem csökkentett, vagy növelte az Improved Relations-t. Úgyhogy menjünk vele a továbbiakban is, küldjük el tovább, képzésre 10-10-10. Nagyszerű, a franc, ezt elrontottam. Ki kellett volna küldenem egy olyan ide, Fezbe egy embert, aki plakátolja őket. Ki is küldöm. Mert ugye vesztettek vele presztízset, viszont az a presztízs az visszajön azokkal, hogy hódítgatom meg, nem is hódítgatom meg, hanem a különböző területeket úgymond, szinte mondhatjuk úgy, hogy megtérítem. Igen, csak eszembe jutott a szó. Szóval megtérítem a területeket, és ebből rengeteg presztízs farmolunk. Ezért sem árt, hogyha erre megyünk tovább, mert itt nagyon sok téríthető terület van. Na most viszont már 100%-on volt, tehát 100 presztízsem volt. Ezeket kellett volna elküldenem már az előbb, mert az előbb, ami bejött presztízs, az gyakorlatilag elveszett. Ja, para. Nem baj, kapunk presztízset majd Tremcentbe integrálásából, az jó lesz. Mamlokoknak kik a barátaik? Senki fontos. Gazikumuk igen, Jemen igen, egyik sem számít semmilyen szempontból. Azt nézem, hogy most itt nekünk nincsen meg az egyik institution. Óha, hát bizonyám, a manufaktúrákkal még nem rendelkezünk. Pedig akár jöhetne is. Rómában már jelen van, az jó. Itt alakul. Azért az para, hogy végül a ezek közül az institutionok közül egyet sem sikerült behúzni azon túl, ami csak nálunk lehetséges. De azt sem behúztuk, a területet, amivel megjelent. Ja. Nem nagyon akar terjedni ez a manufaktúra. Az a nagy helyzet.
Damasco. Szerencsére ott van egy erőd. Ide kérek egy új tábornok bácsit. És akkor megbeszéljük vele, hogy ez talán annyira mégsem járja. Van még idő egyébként, tehát 8 év. Azért az alatt csak sikerül behúzni. Mert az is igaz, hogy ezt is be kéne fejezni, a quality ideákat. Adna disziplinát, meg adna artillery compatibility-t. Amik mind a kettő nagyon hasznosak lesznek, majd inkább az oroszokkal szemben, mint bárki mással szemben. Ide nem kell ember, ide... szó-szó, nem, ide nem kellenek emberek. Ha nézem, csak van rád Casus Belling? Rengeteg Reconquista Casus Belling van. Az jó. Akkor gyorsan legyőzzük az egyiptomiakat, a mamelukokat, és utána szerintem mehetünk is azonnal az oroszokra. Oroszország átlágat Kazikumukra. Hát ez szomorú, de mondom, nem az én problémám egyelőre. És itt érdekes módon magának húzta be a területeket Oroszország. Vége az ellenreformációnak, az nagyon jó, mert az drágította a tekvásárlást és az ideálvásárlást is. Nem volt egy jó üzlet. Mondjuk az én szempontomból de nem. Amúgy nem. Hogy állunk? 71%. És 200-on vannak a... Mit tudok még értetek tenni, srácok? Ez növeli libertizáját, ez növeli, ez nem csinál semmit, nem csinál semmit. Ezt megismerjük már korábbról. Hát előbb-utóbb csak megbocsátják nekünk ezt a dolgot. Nem is volt még ilyen, hogy valakinek így kiküldtem volna ebben a Let's Play-ben azt, hogy mostantól keresztények vagytok, képzeljétek. És akkor és azt mondták volna, hogy nem! És ilyen tökre felháborodtak volna a dolgom. Vége a mamulkokkal a békének. Nagyon sok admin ponton van. Nem panaszképpen mondom, csak mondom. Hova kell nekem rakni ezt az admin pontot? Ahol 90%-on vagyunk. Ja, ott most prezentálta magát. Akkor hol állunk közel? Ahhoz, hogy legyen 100%-on. 4700 aranyba kerülni jelenleg megvenni. That's a lot of arany, de... Majd megy az lejjebb is. Nyilván építkeznem kellett volna sokat. Sok manufaktúrát, de nem tettem. Szóval abszolút csak magamat okolhatom. Itt azért egész jól állunk. Overniában is jelen van. 5.8... Ó, oh, megvagy. 78.66. Ez az. Te kell lesz. Ide bedobunk némi admin pontot. Úgyhogy ennyi elég lesz. És akkor mehetünk is mamelukokhoz. Senki nem védi meg, csak mameluk Ausztrália, ami egy érdekes dolog. Azt hiszem, ebből az, ennek az lesz a vége, hogy fogunk látni egy önálló egy önálló Ausztráliát. Nem hívok be senkit, mert fölösleges. Tehát remélhetőleg itt ennek az lesz az eredménye, hogy az ausztrálok eldöntik, hogy a kezükbe veszik a saját sorsukat, és önálló országot alapítanak. Egyelőre csak az övék. Az egész Ausztrália. Senki nem megy még Ausztrália közelébe. Ami mindenképpen érdekes koncepció, de legyen. Most amúgy nem segít be nekem ugye a Fez. Nem mintha rá lennék túlságosan utalva a segítségükre. Csak így gondoltam, megjegyzem. Reconciling differences. Franciaországnak növekedett rólam a véleménye. Hát az növekedhet. Az növekedhet, de az már nem fog visszamenni pozitívba, vagy feljebb, mint minusz 2200. Ezt most szólok előre. 71-ről? Felmentünk 85-re? How nice. Ancona requestálja a privilégiumokat. És ezért a bulgarek kapnának lojalitást. Mindenképpen megkapjátok a privilégiumokat, és most így hogy állunk? Nem tudok visszavenni területet, mert nem vagyok békében. Franc. Nagyon jó. Majd talán csak megnyerik az ostromot, és elmehetünk megölni azt a sereget. Én azt szeretném elkérni azoktól, akik hajlandóak becsatlakozni a háborúba, hogy ostromoljanak. Mert arra lenne most leginkább szükségem. Gyorsan vegyünk be mindenkit, aztán menjünk haza. Na, messzi bónyi háború ez. Hova vonulhat ez vajon vissza? Felteszem valóban ide. A legesleg végére. Elano Cornaro Piscopia, ami egy esemény, és majd elolvassátok, ha játszotok vele. Én most csak döntök a Prestige 0-25 évi Prestige-ből, vagy egy hölgyből, aki 50%-kal olcsóban jönne dolgozni, viszont nem azt csinálja, amire nekem szükségem lenne. Bár azt meg lehetne csinálni, ugye nem sokára elvileg végzek
itt a, ezekkel a dolgokkal, hogy őt mondom, hogy jöjjön csak, és majd felhasználom egyszer, hogyha úgy alakul, mert addig ott lesz a poolban, tehát itt lesz. A prestige nem nagyon van szükségem. 1.2 évi, nem. Jó, alakjuk hozzá a poolhoz, ha úgy alakul, akkor alkalmazzuk. Nem fog úgy alakulni, de hogyha úgy alakulna, alkalmazzuk mindenképp. 100%-osan. Gazikumuk szeretne átmenni, hát ha ezt fog megmenteni, barátom. De azért ne reménykedj benne. Mondjam meg az osztályoknak, hogy készüljenek a háborúra. Én sosem használom ezt a gombot, de most szeretném. Nem tudok, amíg háborúzok. Oké, akkor mindegy is. Mert amint béke lesz, onnantól kezdve azonnal megyünk. Tehát ott nem lesz ott nézelődés, hogy jaj, vajon most akkor mi lesz, nem. Azonnal megyünk és kész. Lancsus szeretné megosztani a tudást velem. 1%-os növekedés végül is nem. Tehát most ezt elfogadhatnám, de valószínűleg több pénz menne rá, mint amennyi plusz, vagy amennyit spórolnék azon, hogy elkezd rendesen vagy jobban terjedni ez a dolog. Ez megint egy tipikus paradox dolog, hogy ad valamit, és olyan sok mindent kére le miatta, vagy cserébe, hogy egyszerűen nem érdemes beadni. Amúgy a seregeimet azt oda kéne állítani. Nem? Te maradj csak ott, neked örülök. És akkor Spanyolország megnyert a háborút. Ó! Oh. Oké. Hát ez nem pont úgy alakult, hogy gondoltam. Szóval Spanyolország behúzza magá le Franciaországot. Fuck. Ez probléma. Ez igen jelentős probléma. Mert akkor, hogyha a franciáktól el akarom venni a területeket, akkor a spanyoloknak kell hadat üzenni, tehát először fel kell bontani a szövetséget velük. És akkor vannak szövetkezők az osztrákokkal, szóval hát, akkor rip. Akkor el nem fogunk terjeszkedni, ez szinte biztos. Pedig olyan szép területé vannak itt Gasconnak. Azt hittem, hogy a franciák és a spanyolok között van háború Portugáliáért. Nem mindegy amúgy. Vagy nem mintha amúgy bármit tudtam volna tenni. Ellenkező esetben, hogyha jól matekozok. De azért, na, ez most fájt egy kicsit. Hát jó. Itt közben mindenkit áthozok ide, ezekre a területekre. Ti is menjetek át, próbáltok meg nem túl sokat Trishont elszenvedni majd ott. Kit álltatok? Persze, hogy a világ összes a Trishont el fogjátok szenvedni, mert elfelejtem majd szétszedni őket. Nem gond, ez teljesen nem van. 56%. Na lássuk lassan, hogy mi lesz itt a béke. Közben a spanyolok lettek a katolikus hit védelmezői. De azt mondtam, hogy ketté osztom a birodalmukat, igaz? Valahogy így. Megjelent az eretnekség Lisbonban. Kérlek, ne tegyétek. Ha megoldható. Excelente. Nem teszik. Ah, ilyen rendes emberek ezek. Rendes fiszkók ezek a lízsiek. Hogyha így foglalnám be... Ezért sehogy se lesz szép az a helyzet. Úgyhogy akkor haladjunk csak simán északról délnek. Itt hol vannak a... Itt vannak a határok. Disagreeing advisors. Vitatkoznak a tanácsadóim. Ne vitatkozzatok. Köszi. De nem is rúgok ki senkit ezért. Mennyi esemény, te jó ég. General Hospital. National Manpower Modifier. Mindenképpen szeretném ezt. Ez pont olyan dolognak hangzik, amit szeretnék. Hát valahogy így. Valahogy így. Ja. Ez mondjuk elég durva overextension-t ad. Nem is tudom, létre lehet-e itt hozni valakit, akinek odaadhatnánk a területeket. Valószínűleg nem, bár itt igen, Al-Jaf, Shamar és Aniza. De hogy ti merre mentek tovább? Erre vannak még területeitek? Shamarnak van, és erre? Úgy tűnik nincsen, de most ha azt nem vesszük bele ezt, akkor is 111%-os. De oda tudnál neki Tabukot például. 107. Manánnal együtt. Ó, az egészet oda kéne adni neki. Az nagyon sok terület.
Jó, akkor ne kérjük el ezt. Mégis ráérünk. Ez pont 100%-os. Ami nem ideális, mert a 100, pont 100% az arra már aktiválódnak a gonosz dolgok. 101.6. Aha. 95.4. 100. 101.6. Nagyon szeretnék itt létrehozni egy bábállamot. Várjunk, adhatnék területeket Tripolinak. Például Buhajcsirát, vagy micsodát. Mondjuk ha ezt így. 99.3, na ez ideális lenne. És akkor ezt még odaadhatnám Tripolinak, meg Baharidzsát is odaadhatnám Tripolinak mondjuk. És már is kisemmizem a őket. Ja! Ja, ez jónak tűnik. Meghalt a Grand Kapitánunk. Szomorú. Jó, ez lesz, amit el fogok kérni így béke gyanánt. Ő mit is csinált a Grand Kapitánó? I'm organizer, reformer, commandante. Olcsósított. Akkor az a küldünk pár embert. Bár a disziplina most jól jönne. Csak hogy nem tudjuk elküldeni tovább képzésre. Akkor legyen inkább manpower-ös. Őt ritkán szoktam felbérelni. De most, hogy az oroszok ellen fogunk háborozni, most lehet, hogy elkél a manpower-ös bácsi segítsége. 96 meg is adja a nagyszerű egy pénzt. 160 forint, azt már nem adja meg. Akkor 40 forint. És most nem... Most nem magvasítok, igaz? Nincs semmi ilyesmiről szó. Jó. Emlékeztem, hogy ellenőrizzem. Szeretnék kérni egy tapsot ezért. Komment szekcióban. Jó, megvan. És akkor mindent is magvasítunk. Len kéne itt hagyni egy hadsereget. Sajnos. Viszont a másik az feljöhet. Ott teszik az ötrisent. Annyira tudtam, hogy el fogom felejteni. Ne arra menj, Léci, mert az... Nem, tudod mit? Te maradj itt, és ezt a 29-eset vigyük ide. Csak arra nem fogsz tudni átmenni, dude. Na, srácok. Légy színe. Hogy tudnám ezeket elosztani. Kicsit sem aggasztó lehet az oroszok oldaláról nézni, hogy felvonul a határukon egy csomó pápa. Közben kirakom a következő klémeket is. Mert összegyűlt már annyi pontom a melókokra. Sőt, két klémre való is összegyűlt. Cool. Vehetnék ilyet, nyilván nem fogok. Mennyibe kerül? 4800. Nem sokat olcsósodott, ez úgy érzem. Na és akkor Ausztria, figyelj! Szerintem itt az ideje. Háborúzni. Hamburg, Ausztria és Spanyolország is bejönne. Rekteljük szét a francba az oroszokat? Figyeljetek, ha már úgyse, tehát most már elvesztettük ezt a csatát, idézőjelben, akkor legalább ennyi hasznunk legyen a dologból. Hívjuk be a spanyolokat, hívjuk be az osztrákokat, mindenki vívja meg ezt a háborút helyettünk. Come, don't be shy, 382, meg tehát közel, sőt, hát olyan háromszoros túlerő. Katarinoszláv, legyen Katarinoszláv a vorgól. Arra pont nincsen klémet, nyilván. Akkor legyen Novocserkaszk. Na, arra ezek van. Nincs ott Katarinoszláv, érdekes. Mindent bekérünk, jó? Oké. Minek várni? És én azonnal... Hát én itt elkezdek menni. Bár egy ponton majd jön velünk szembe az orosz sereg. Az némileg ijesztő lesz, de fontos, hogy ne szálljon inba a bátorságotok, mert minden jól fog alakulni. Tehát gyakorlatilag, amit el fogunk kérni most ebben a háborúban, az itt ez lesz. Látjátok, ez itt mind, ami csíkos. Ami nem csíkos, azt is elkérjük, de arról nem kell tudnia senkinek. Az titok. Jó, ez megvan. És ott jön például egy orosz sereg. Menacingly közeledik, de szerintem ezzel ezzel a sereggel megverem azt a sereget. Hogy állnak ők katonailag?
20-as a kardos ember, és 20-as vagyok. Én hiszek benne, hogy megverjük, azért viszem az utánpótlást, de szerintem egy 33-assal. Morális és disziplinális fölénnyel olyan simán megverjük őket. Aha, hát nem annyira sima, mint amennyire szeretném. Morál az 1%-kal magasabb, a morál actually alacsonyabb, a disziplina 1%-kal magasabb. Közben a Mamulok Ausztrália az nyilván azt mondta, hogy ő szeretne önálló lenni. És ki tudja érte hibázni, de nézzenek csak, micsoda sebzésbe viszünk, te jó ég! Minek köszönhető, hogy ennyi morál sebzést csinálunk? Wow! Mondtam, hogy meg lesz, látjátok? Aggódtatok, meg mondtátok, hogy hitetlenkedtetek, srácok, az történt. Hitetlenkedtetek. Ez a csata is megvan, bár ez nem annyira simán, mint az előző, de megvan. Te nem akarsz harcolni? Én nagyon adnám, ha harcolnál. Itt meg nem kell mindenkinek ismerni, ugye tudjátok. Valaki maradhat elfoglalni a területet is, bár amúgy nem fontos, feltétlenül. Border Friction, Ausztriával. Veszítsük el Belgrádra a claimet, mindegy. Legyenek boldogak az osztrákok. Tehát elkérjük ezeket a területeket. Beintegráltuk Tremcent. És most már megvan a Holy War. A játék valamiért úgy döntött, hogy nem szól arról, hogy a hajóim halnak meg. Nem ezek, akkor hol? Ja, tremceni hajók? Miért süllyedtek el hajóim? De mi az Isten csinálsz ott, te szerencsétlen? Jó, akkor ez nagyon jó ötletnek tűnik, persze. Gyere! Na visszatérve ide. Ugye a cél most, hogy felérjünk Moszkváig. Lehet már ebben a háborúban elérnénk oda. Pup-pup-pup. Done! Jó, nem lesz szép. Nem lesz szép, de hasznos. A többi meg legyen az, amit majd Krímelnek akarunk adni. Ja, ez sima lesz. Srácok, sima lesz. Úgy megjavítjuk a skizmát, mintha sose történt volna. Viszont el kell hozzá foglalni Moszkvát. Mert Moszkva nélkül nem tudjuk elfoglalni Moszkvát. És nem akarom, hogy bárki más behúzza előlem, mert néha tud rohadék lenni a gép. Annak ellenére, hogy nincs rá indoka, hogy az legyen, de ő úgy dönt, hogy azért csak az lenne. Ugye a placating. És amint vége a háborúnak, megint elkezdek egy integrálást. Jaj, de szép lett itt. Akkor szerintem Tripoli következik. Bár Tripolinak még van haszna, az tény. Fez hogy áll a térítésekkel? Szó. De Tripolinak van haszna. Hoppácsk, ott megjelent egy 27 ezres sereg. Az érdekes. Nem 27, 36 ezres sereg. Na majd mindjárt megbeszélem én velük, hogy ez annyira nem vicces. Szerencsére maradt itt hátul hadseregem. Hát az oroszok, azok annyian vannak, mint az oroszok. Tehát nem viccből mondják ezt. Az okosak. Ó, megjött Hamburg is. Aha, hát, oké. Menjünk és fogadjuk a 17-es seregemmel. Ő 20-as, viszont nekem jobbak a tábornokaim. Itt van valaki? Az túlzás, hogy van valaki, de próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Tudod mit, csak állj be ide. És lehozok pár újabb egységet neked. És remélem, hogy nem öli meg ez a lázadós sereg közben őket. Amúgy ezzel gyakorlatilag megmentettünk gazikumukat is. Szívesen. Vedd úgy, hogy most már kvittek vagyunk azért, hogy kb. 5 év, 10 év? Nem tudom, miért játszok ezzel a játékkal. De egy ideje már szarul ejtem a nevedet. Minden meg van bocsájtva, igaz? Na és az a lényeg amúgy, hogy most megkaptam... Úristen, itt van az összes orosz sereg, te jó ég. Szóval megkaptam a Casus Bellit, a Holy War Casus Bellit a Marokkó ellen, mert most már összeérünk. Akkor majd rakok klémeket. Mondjuk ide. És itt azért érdekes lesz ez a forró pite helyzet. Itt kicsit forró lesz a pite. Figyelj, srác! Most már kicsit fontos lett, hogy menj, jó? Meg neked is. Tehát... Gyorsan. Összevonjuk a seregeinket. Nem, várj, téged oda vigyünk. Á, az úgy jobb lesz. Mert egyenként tudom őket legyőzni.
és ez mindig szórakoztatóbb, mint nem. Viszont a mai részre ennyi maradt, vagy ennyi jutott. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel az izgalmas háborúval folytatjuk a következő epizódban. Sziasztok!